A közelgő folytatás a Park és a World franchise cselekményszálait kapcsolja össze, amikor az emberiségnek meg kell tanulnia együtt élni és vadászni a halálos teremtményekkel. Az idei évben mozivászonra kerülő filmben a Jurassic Park jól ismert sztárjai is megjelennek, úgy mint Sam Neill, Laura Dern és Jeff Goldblum, valamint a World főszereplői, Bryce Dallas Howard és Chris Pratt, emellett új karakterek is színre lépnek, akiket Scott Hayes, Devonda Wise, Campbell Scott, Mamoudou Atiye és Dithen Lakman fog eljátszani. Colin Trevorrow rendezte, valamint Emily Czarmithaellel közösen írták a forgatókönyvet, majd a Covid okozta többszöri csúsztatás miatt idén nyáron kerül a mozikba, a nézők pedig egy igazán hosszú kalandnak nézhetnek elébe, hiszen a Világuralom 2 óra és 26 perces lesz, amely egyben az eddigi leghosszabb film a Jurassic World és Park történelmében számolt be a Screen Rant. Trevorrow elárulta, hogy a harmadik rész az eredeti Jurassic Park triót követi majd a történetszálon, mielőtt találkoznának Pratt és Howard karaktereivel, így a jóval hosszabb filmidőt nem is tartják szükségtelennek, hiszen két narratívát szükséges egyensúlyba hozniuk anélkül, hogy túl zsúfoltá válna az egész film, június 10-én pedig kiderül majd, sikerült-e teljesíteniük a várt reményeket.